Akkor Mérő László arról beszél mostani interjúiban, hogy a járványhoz való viszonyulásunk is döntés kérdése, a többség ugye ezt a stratégiát választotta, hogy úgy döntöttem, hogy elhiszem, mert jobban járunk, ha elhisszük és nincs járvány, mint ha nem hisszük el és mégis van járvány. Nos, ez annak a pászkáli istenérbnek az átvétele, amiről ebben a filmben is beszélgetnek. Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ez a tekercs és tekintet. Én Nagy Fászabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Éjszakám módnál. Erik Rómer, 1969. úgy mutattad be, mintha ez egy thriller volna, esetleg horror. Hát, hogy egy érzéki film. Ebből az irányba próbáltam terelni. Már pedig az is lehet, hogy ez egy lélektani thriller. Viszont, vajon kit választan a feleségének a filozófus Pascal? A biológiát tanuló fiatal katolikus szőkét, vagy az elvált ateista gyermekorvos Barnát? Egy éjszak alatt minden kiderül. Fogadjunk. Hát jó vonatkoztassunk el attól, hogy hívő keresztények vagyunk, képzeljük el, hogy férfiként felhívnak bennünket a világ legvonzóbb nőjének lakására, az este során kettesben maradunk vele, ott kell aludnunk, ő hív maga mellé az ágyába, ahol mesztelen szokott aludni, és természetesen mi sem feküdnénk mellé, hanem a kényelmetlen fotelt választanánk, hogy Blaise Pascalról beszélgessünk vele kimerülésig. 52 évvel ezelőtti film, lehet, hogy azért ma már furcsább nézni, de szerintem akkor is furcsa volt, hiszen megelőlegezem, hogy hát a férfi nézők nagy része, és talán a női nézőké is semmi kivetnivalót nem talál abban, hogy esetleg két szingli nem csak beszélgetéssel tölti az éjszakát kettesben egy lakásban. Na de, nagyon előre szaladtunk. Engem borzasztóan idegesített az első fél óra, már majdnem lemondtam ezt a mai felvételt, aztán kezdtem megszokni, majd megszeretni, és a kedvenc filmemmé vált. Most éppen szélhámosságnak tartom amúgy. Hú, de változatos volt. Azt hittem, hogy kamuzol. Képzeld, azt olvastam egy ismertetőben, hogy az első 30 perc, amelyre te is utaltál, jelentéktelen fecsegéssel telik, miközben ennek pont az ellenkezőjéről van szó, tehát rögtön az elején bele vagyunk dobva legalább két párhuzamosan futó problematikába. Az egyik az, hogy kit válasszak a feleségemnek, milyen tulajdonságokkal, de főként milyen módszerrel válasszam ki a feleségemet. A másik pedig az az, hogy mi az élet értelme, illetve hogy Pascal nyomán marxizmus és katolicizmus összecsap történelmi értelmezésben is, és talán szerelem értelmezésben is. nem azoknak való ez a film, akik a Tarantinónál a nagy beszélgetéseket átpörgetik, de azt hiszem a Linklater is ilyesmi rendező, akinél azért ez egy szervező erő, egyébként eléggé hatott rá ez a Rómer, de azért fölteszem a kérdést Szabolcs, hogy ez film vagy eszé? Hmm. Most elbizonytalanodtam. A, a, A film műfaja a tan mese, oh. az egyik műfaja, és ilyen értelemben igazad van, hogy eszé, ugye hat erkölcsi mesét készített uh -huh. ez a derék Eric Romer 1963 és 72 között, némelyik ennek rövid film, és csak néhány közülük egészestés játékfilm, és ez a hármas számot viseli, noha negyediknek mutatták be, de ez nem olyan fontos. Vagyis a ja, ugyanazzal a sémával játszik. Azt hiszem, hogy egy híres német filmre utal ez a széria. Csak nem mered kiejteni a rendező nevét. De még akár a német nevek azok még mennek, nem így a franciák, főleg az angolok. Murnau, ugye? Igen, virradat 1927. Egy férfi hűséges akar lenni egy nőhöz, megismerkedik egy másik nővel, de nem ezt az új nőt választja, nem visszatér az első opcióhoz. Ez a séma. Na de kíváncsi ők, itt, melyik az első opció? Ó, igen, igaz. Van egy férfi, meg egy nő, és akkor meginog a harmadik személy közbejöttével, de hogy tényleg melyik az a harmadik. De még annyit, hogy tehát ez egy száraz, intellektuális, értelmiségi film. Mi azokat szeretnénk, ahol, ahol mondjuk a hét főbűn alapján <laughs> uh, borzaszt... <laughs> a teológiát. igen, vagy legalábbis ölnek halomra embereket, <laughs> vagy mit tudom én, az alvilágba csöppenünk, és akkor egyszer csak rádöbbenünk arra, hogy te most valamit szeretnél mondani. Jane Hackman a Night Movies-ban mondja: "Egyszer láttam egy Rómer filmet, mintha a festék száradását néznénk." amikor parodizálnak posztmodern, fekete-fehér, intellektualizáló, végnélküli beszélgetésekbe fulladó filmet, akkor például az éjszakán módnál szokott eszükbe jutni a paródia alkotóknak. Egyébként két Oscar díjra jelölték ezt az alkotást, legjobb külföldi film és legjobb eredeti forgatókönyv, és valamint Kámban aranypálmára is jelölték, egyiket sem kapta meg, de az 1001 egy film között ott van, amelyet látnunk kell, mielőtt meghalunk. Bizony. Amikor még csak 8 általános végzettségem volt, esetleg már az érettségi is, megismerkedtem egy eltés konferencián egy, egy, hát egy komoly eltés lányjal, mm. aki a moziba pont egy Rómer filmre vitt engem. Nem ez volt, hanem valamelyik évszaknak a meséje. És itt az évszakok, ugye ezek fontosak. És én azt gondoltam, hogy ilyen a film. És innentől kezdve ezeket a filmeket kell szeretnem. Sőt, el is kezdtem idomulni ilyen emberré, mint a Rómeri hősök. Amikor még csak nyolc általánosom volt, akkor szeretve tisztelt bátyám, csanád, hogy-hogy nem, fogalmam sincs egyébként, hogy hogy, Erik Rómer filmekre kezdett járni Minden a filmszínházba, az... és nem is az éjszakám módnál volt az, ami berögzült nálam, hanem a rendkívül hangzatos című Claire Térde. <laughs> Azzal majd folytassuk, de akkor érezzük, hogy van egy perverzitás ezen filmek megtekintésében, mint ahogy a, a hősök is elkövetnek ilyen szűzperverzitásokat, Én mindenképpen arra akartam utalni, hogy ez a világ sokkal közelebb áll hozzánk, mint bármelyik film. És ezért most mi is beszélgetni fogunk és moralizálni. Hmm. Ami egy kicsit más jelent a moralizálás szó a franciában, mint sem a magyarban és az angolban. Tehát itt nem ö, ö, csak rápirítani másokra a bűneik miatt, inkább ö, elmerengeni ö, intellektuális kérdéseken, ilyesmit jelent. A, a cím fordítása lényeges. Ez nagyon. Mert a, angolra kétféleképp fordították, és nem mindegy, már csak a, hogy mondjam, a film várt unalom szintje miatt sem. Tehát az, hogy módnál töltöd ezt az éjszakát, vagy móddal töltöd ezt az éjszakát, ez nagyon nem minden. Meg az se, hogy az éjszaka, vagy az éjszakám, vagy az éjszakája. Még annyit a rendezőről, és akkor lépjünk rajta túl, hogy van, aki úgy fogalmazza, hogy a semmit fodrozza, egy magyar esztéta úgy, hogy kameratöltő tollal ír, és én kiemelném, hogy a rokonom mindenképpen Rómer, no. Nem azért, mert az én őseim is lotaringiából származnak, Nanciból, <hazit> hanem azért, nem. Mert nem, hanem azért, mert történelem tanárként kezdte, majd aztán egy filmes műs, illetve egy filmes folyóírata lett, ami korszakos, egy filmeztétaként kezdett aztán filmet forgatni, úgyhogy én azt gondolom, hogy lassan ebbe az irányba megyünk mi is, Szabolcs, hogy legyen egy saját filmünk. Én még ha. azt szokták mondani, hogy nem, hogy hogy is mondan. filmnél, hogy fényképezett színház. Hmm. Tehát, hogy ne filmként nézzünk feltétlenül rá, hanem mintha beülnénk egy színházi előadásra. Ez egy álnév, az Erik Rómer. Kedves drága édes anyukáját nem informálta erről az álnevéről. Hát mert úgy, Bohém, úgy... Párizsi <laughs> filmesek társaságába keveredett. Úgyhogy mama úgy halt meg, hogy nem tudta, hogy egy világhírű filmrendező Erik Rómer néven az ő fiacskája. Az hitte, egy becsületes lapszerkesztő szegény. Most eszembe jutott a mérgező szülők című könyv, hogy lehet, hogy ott is egy ilyen anyuka volt, egy volt és ez engedte, hogy ő ki szabaduljon, vagy kibontakozzon. Tehát a hat erkölcsi mese közül a harmadik, de pénzt azért nehezen sikerült szerezni hozzá, és akkor is csak keveset. Az egyik producer, Barbet Schröder, akinek mond valamit ez a név, nekem mond, mert én két hmm. filmjét is, hát sok oka van, hogy mond nekem, ugye? De hogy a két filmjét is behaton elemeztem egyetemen, a szerencse forgandó, amikor egy férj elteszi lábal a feleségét, vagy nem, nagyon híres jogi eset, és a terror ügyvédje, ami egy olyan ügyvédről szól, aki egyszerre véd nácikat, meg nem tudom, arab terroristákat. Most ez a film bizarsága az ad szerintem hozzá. Egyébként François Truffaut, aki ebben a már említett folyóiratban szintén szerző volt, ő szerzett végül pénzt a filmhez. Akkor lenne egy kérdésem, mit Igen. jelent a nyitó kép az erkélyel és a tájjal? Dúdúdúdú. És ez szorosan kapcsolódik ahhoz, mert hogy, innen, hogy indul a cselekmény. Innen, hogy mit jelent a zárókép a tengerrel, de arról majd egy kicsit később. Ne spoilerezzünk, Szabolcs! A tájkép, panzió, férfi. Mi jutott eszedbe? Hát a vidék, egyrészt, oh! ami egy közös szamunk, szlovák testvéreinkkel vigyek. Azért mondom. És ó, olvastam olyan értelmezést, aki szerint ez a változatos világ, mely itt fekszik a lábam előtt. Nekem, ha már megkérdezted, inkább ez a provincializmus is tehát a mögött vagyok, és órákat kell utaznom, amíg civilizált helyre ér. Nekem meg a Varázshegy. Mm. Na de, valaki ezt írja Azt hiszem a 101 filmben Hogy nincs még egy rendező, akinek a filmjében Ennyire fontos szerepet kapna a helyszín És az évszak Mert van egy másik tetralógiája Ami a négy évszakhoz kapcsolódik és a többi Erre utaltam De itt meg a karácsony é, így van, És Volt egy pillanat, amikor arra gondoltam Hogy ez egy szellemes francia Honismereti film Bemutatjuk Lermont, a katedrálist az utcák, Egy kicsit is. Pardon. városképet, és nyilván a nagy szülöttjét, Pászkált, a Janzenizmust és a Michelin gyárat. Igen, mert hogy ott van a székhelye, és ebben a Michelin dolgozik. névtele hősünk, jean louis tehát János Lajosnak szokták hívni ezt a férfit. Ő ebben a Michelin dolgozik. De a neve úgy tudom, hogy nem hangzik el a filmben. Igen, igen, Viszont itt még ragaszkodnék -e ez a vidékiséghez, tehát vidéken még lehet beszélgetni Pászkált. Ról. Ez persze nem biztos, de legalábbis abban a városban itt még vannak katolikusok és romlatlan lányok, akik lehet, hogy nem is annyira romlatlanok. Ijú, és egyébként lelőtted a... És Pászkának van egy olyan műve, hogy vidéki levelek van hallás. Ezt bízzuk a hallgatókra. De az évszakokra. Már is... át is hallottuk. Az évszakokra rátérhetek? Mert hogy itt nagyon telik az idő is bennünk, csak így hemzsegnek az információ morzsák. De inkább én akarok beszélni. Jó. Ez a város paszkálnak a a, a szülővárosa. És egyébként Blaise Pascal egyetem is van itt, és lehet, hogy a másik főhősünk, a hangzatos nevű Antoine Vitéz, hmm. ezen a Blaise Pascal egyetemen marxista filozófia tanár. Ó, oh, ez durva! Én még a, a hóhoz kapcsolódnék, ha Ó, megengeded, igen. mert hogy ha már mondtuk, hogy vidék, és vagy a táj és az évszak, akkor a hóról, mert hogy az nem csak atmoszférát ad itt, hanem le is hűti a levegőt, mint ahogy valahol olvastam, befed és sejtet és alakít, mint a barna nő gyönyörű fehér takarója, és egy ürügy is arra, hogy a szőkelányt, nem is tudom, hogy a kocsiába invitálja, és aztán, hogy nála töltse az éjszakát. Ürügynek, meg már a barna lánynál is. Igen, de ő, te őrügynek mondtad. Egyrészt csak megjegyezném, hogy ott Gézánál is, hogy az iskolatáromban a, ugye a a három rész körül a középcsőnek sár és hó a címe, tehát a hó az hasonló jelképrendszerbe illeszkedik, uh -huh. mint amit felvázoltál. De itt a paszkáli gondolatban vagyunk. A hó az a e, hát véletlen a, vagy sorsszerűség, vagyis olyan nagyon fontos közbe eszköz a történetbe, a, amely miatt e, fordulatot vesznek a dolgok, hiszen ő főhősünk e, ott ragad e, egy helyen. De szerintem még a, nem vázoltuk kellően az alaphelyzetet, és még el sem mondtuk, hogy Pascalnak mi a fogadás elmélete. Még az se, de még az se, hogy mire figyeljen a néző, hogyha most kezdene hozzá a filmhez. A sztorira figyeljen? A karakterekre? A témákra, amikről beszélgetnek, vagy a viselkedésükre. Azért van két fantasztikus nő ebben a filmben, tehát még ha el is határoztuk, hogy Bless Pascalnak a fogadás elméletén függesztjük a tekervényeinket, akkor is azért elelkalandozik a tekintetünk, különösen amikor a kis szobából egy szál egy kis hálóruhában előlép a barna főhősünk. Füllet jelenet, és ha, ha, már itt vagyunk, akkor említsük meg, hogy ebből a filmből megtanulhatjuk, hogy miképpen csajozzunk sikeresen. A, azt hiszem a Kabaré című mivel láttam gyerekként, ahogy a, az érett és tapasztalt nőszemély felvilágosítja a fiatal srácot, hogy a szűzlányokat le kell rohanni, a romlottabbaknál pedig tartózkodóbbnak kell vagy érdemes lenni. <laughs> és hogy itt. Fordított most... logika. Hát igen, igen de és. azt itt... is megtanulhatjuk, hogy hogyan nem szabad csajozni. De itt, 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 le, itt működik, aztán kiderül, de jó, de hogy a Barnánál igaz... nem működik a főösnek. De, de! Vitéznek sem működik a, a, nem, a, a Nem, a Vitéz azt szúrja el, szerintem, hogy ő a rámenősebb a kelleténél, és ja, mi igazi főhősünk, akinek a nevét nem próbálom kimondani. De én megpróbálom Jean-Louis Trantignan. Szóval ő... ő ezzel a kis hezitáló viselkedésével teljesen felcsigázza ezt a nagyon vonzó, nagyon gusztusos nőt. Ez Nem? érdekes, amit hát mondasz, így... meg kicsigáz kit, tehát az a nő meg őt csigázza. Várj, mondjuk el előtte Pascal fogadás elméletét, itt most egy 45 perces filozófiai előadás jön a barokk katolikus teológiáról. Nem, a Pascalnak van egy gondolata arról, hogy hogyan érdemes élni az életünket, vagy úgy, hogy van Isten, vagy úgy, hogy nincs Isten, és az ember az egyiket választja. Na négy négy lehetőség van, ugye? Tehát Isten Absolut. létezik, és mi hiszünk benne, vagy Isten létezik, és mi nem hiszünk benne, Isten nem létezik, és hiszünk benne, vagy Isten nem létezik, és nem hiszünk benne. És hogyha Ezen ez a rulettasztal lenne, és a tétjeinket rá kéne tenni a négy közül az egyikre, akkor Pászkál számára, aki korának legnagyobb matematikusa volt, és a valószínűség számításnak az agy egyértelmű a döntés. Nem tudjuk, hogy van-e Isten vagy nincs, de úgy érdemes élni, mintha lenne Isten. -e milyen postmodern. Ez postmodern, és egyébként ez félig vagy háromnegyedig ironikusan mondja Pascal nyilvánvalóan, hiszen hite ettől nem lesz senkinek. De minden végtelen dolgot nyerhetünk azzal, ha úgy élünk, mintha lenne Isten, és csak nagyon pici dolgot veszíthetünk, ha esetleg hoppácska még sincsen. Én ennek kapcsán elkezdtem azon gondolkodni, mint ahogy ők azt hiszem, a marxizmust is belekapcsolják ebbe a sorba hogy vizsgáljuk meg a nyerességet és a veszteséget, ha tétet rakunk arra, hogy van ideális társ. Ha nincsen ideális társ, de mi hiszünk benne, melyik a jobb, vagy pedig ha van nekünk rendelt társ, de nem hiszünk benne, akkor marad nekünk a bizalmatlanság és a magány. De aztán ennek kapcsán még eljuthatunk oda is, hogy melyik a jobb, ha megcsalnak és nem tudunk róla, vagy ha nem csalnak meg, de azt képzeljük, hogy igen, de ez már nagyon messzire vezet és nagyon leviszi ezt a beszélgetést. Ja, bár a végső előjön, hogy szeretné-e tudni a múltját a páromnak. A... Vagy a jelenét. Vagy a jelenét. Vagy a jövő ezt szeretném, igen, és ezt alakítani is. Mindenesetre János Lajosunk, a főhős, ő egy Krisztusi korba ér, de nem úgy töltötte az első 33 évét, mint ahogy Krisztus, hanem ő hölgyeket hajkurászott. 34 évesen viszont úgy gondolja, hogy családot kell. De nem alakítani. annyira hajkurázta ezeket a hölgyeket nem, szerintem. Ha nem Csak... Neki. Igen, de azért egy sikeres, persze a hosszú kapcsolat, azt mondja, hogy nem volt egy éjszakás kalandja, volt néhány hosszú kapcsolata, ez nagyon rokon rokonszerű, mert ez ilyen 400 évvel ezelőtt is, is így volt, és nem tudom, a mai katolikus beállítottsághoz is ez nagyon közel áll. Jó, de várjunk, álljunk meg, álljunk meg egy pinatra. Tehát, hogy van két férfi és két nő, illetve nem, van két férfi, egy nő és egy lány, ugye? Igen, mert 22 éves a biológus hallgatónk, akit egy misén, egy szentmisén szemel ki magának. Szabad-e lányokat stírölni, szentmisén vándor? Hát, mint protestáns azt mondom, hogy szentmisére se muszáj járni. vannak annál jobb helyek is. Egyéb... Egy Isten Például, hogy Isten Egyébként nem akarom itt az ilyen személyes dolgokkal terhelni a hallgatóságot, de például édesapám az pont így ismerte meg édesanyámat, hogy ment az Isten tisztelet, nem azt mondom, hogy re, hanem elé, és így árogatta végig, tudta, hogy jó helyről szeretne jó feleséget, és megtalálta édesanyámat, és ennek a véletlennek vagyok én köszönhető. Vagy esetleg látták az Éjszakán Módnál című filmet a szüleid? Nem Még tudjuk. Az is lehet. Még az is lehet, hiszen itt is a Szent Misén pillantja meg a szőke, ártatlan és szűzies teremtést, akiről kimondja a film tizedik percében, hogy elhatároztam, hogy ő lesz a feleségem. Neked Szabolcs egyébként volt ilyen véletlen az életedben? Hát ugye, mert ez megint Pászkáli gondolat. Vagy ez most véletlen, véletlen vagy? döntés. a döntés. Igen, tehát, most hogy... mi, igen, mert a férfi, amikor oda megy a templomba, esetleg pont ezzel a cél, akkor ott egy döntés van, az, hogy. Hogy oda mi? megyek, sőt, a, a mi János Lajosunk, ő egy életdöntést is hoz, hoppácska, ugye katolikus teológia, tehát, hogy nem minden egyes erkölcsi döntéshelyzetben kell újra és újra végig gondolnom, hogy lopok-e ma a közértből, vagy nem lopok, hanem egy életdöntést hozott az ember, hogy nem a lopásra rakja rá az életét, és akkor nem kell az egyes helyzetekbe külön-külön. És ő is meghozta ezt az életdöntést, hogy misére fog járni, meg azt is meghozta, úgy tűnik, hmm. hogy egy derék katolikus lány ne feleségül, és szőke legyen, ugye, ahogy Jézus Krisztus is találta, semmi ilyesmit nem mond. Ez már az egyéni ízlése. Milyen érdekes egyébként ennek a két nőnek az összevetése. Mintha te valahol ezt írtad volna nekem egy chat üzenetben, hogy nem fogom szó szerint idézni, de a szőkét te azért annyira nem vetted komolyan, ha jól értettem. Nőt, a szőke szőke lányt, szőke nőt még az intelligenciájára vonatkoztatva is megfogalmaztál valamit az biztos, hogy a barna az erősebb kisugárzású nő, de azért ő az éltesebb és... ő 34 éves és van egy kislánya egyébként a színésznő saját kislánya Ó. föltűnik a filmben ez a film értelmezéséhez nagyon de, fontos mert hogy de hogy miért? A... Akkor arról akarsz beszélni mit csinál a kislánya egyébként? Nem. mert az is érdekes, hogy belép és mit akar ott megbizonyosodni igen, de, miről de a bizonyság kell neki ott. Én úgy tudom, hogy... A ott... karácsonyfa fényít. Igen, szóval... de hogy, de hogy ennek oka van és helye van, de ne ragadjunk itt le, mert kevés az időnk. Valamit akartál lenni, sokkal fontosabbat. Egy nagyon fontos dolog nekem egyértelmű volt, ugye hát én egy e, e, szűzies katolikus elme vagyok, hogy e, ez a film, ez arról szól, az az íve, hogy mindenféle kísértéseknek ellenállva, bármilyen gyönyörű is lenne a barna hölgy, ezt a derék szőke katolikus Lányt választja a legelején, választja a más nővel nem úgy, de töltött éjszaka során, és aztán a valóságban is. Na de várjál, akkor ő nem nem ezt a lányt, utaz. nem? Tehát ő látta a templomban, és ennyit tudunk. róla. Me meglepve olvastam elemzésekben, hogy mások számára a, a, a barna nő illenék hozzá, és hogy azt a, az az eredcéloztál te is a, a beszélgetésünk bevezetésében, ott megtalálja az igazit a barna nőnél, és hogy ez a szőke hát, történet, ez egy hülyeség, ez egy ilyen katolikus marhaság. Ja, értem. Az eszményemet fölállítom, és aztán hűséges vagyok hozzá, noha nem is ismerem a csajt. Uhum. Azt én nem értettem, hogy ott azt hiszem a kocsiban megy, vagy valahol, és akkor eldöntötte, hogy feleségül veszi François-t, és akkor mi nem tudjuk, hogy ki a François, de a sztori szerint akkor még ő se tudja, hogy ki az, meg a nevét sem. Jó, de a két legfontosabb dolog megvan a nőben. Katolikus és szőke. Ja, értem. És még egyéb dolgokat is lehetne idehozni, és akkor ott van a barátja, akivel a valószínűségről beszélgetnek, hát mégiscsak Lermontban vagyunk. Hát mi mi a kávéházban, ugye? Mikor Pászkára terelődik a szó. És csalódtam Pászkában azért az elhangzik, hát én is így vagyok vele. Van egy hangverseny, ahol azért említsük meg, hogy nem akárki az a hegedű művész, de Na tessék, utána nézni. Karácsonyi évféli Mise az örömről, erről szeretnél valamit beszélni, erről, hogy ez ma a második Mise jelenet? Igen, ezek mind valódi szentmisék mondhatnám, hogy ez csak érdekesség, de igazából a rendező, ez a rendező a miénk, ez úgy rendez, hogy egyrészt kevés pénze van, tehát azért uh -huh. ez is hatása van erre, ugyanakkor pedig ő egy ilyen maximálisan irodalmi ember, minden kis köhintés le van írva a forgatókönyvbe, szóról-szóra meg kell tanulni, hosszasan gyakorolnak, és csak egyszer veszi föl. Tehát a, a, a tökéletesen megtanult, tökéletesen átpróbált dolgot egyszer veszi föl. Uh -huh. És a, a, nincs zene a film, a filmben, a, ezen kívül, amikor valóban elmennek egy koncertre, és valóban szereplőként e, látjuk a, a hegyedűművészt, a, a zajok játszanak a filmben, és akik itt érdekelnek az 52 évvel ezelőtti Clermont-Ferranti zajok, és kit ne érdekelnének, azok élőben hallhatják a mert, pingását, mert, a harangnak, meg a dudálását ú, a régi kocsiknak. Hát mert ekkoriban egy nagy technikai forradalom is van, tehát egy csomó minden már föl lehet venni, új eszközök jelennek meg. Amit még mondanék, az a nem csak a láthatatlanság, amit a rendezőhöz szoktak társítani, hanem ahogy nem is tudom melyik eztét a fogalmaz, hogy a néző soha sincs tudatában a kamera jelenlétének. Tehát ott ülünk, és nem érezzük azt, hogy mi egy filmet néznék. Ez valakinek ingerhiányos, de más szempontból meg, meg egy ilyen otthonosság érzetet ad ö, számunkra. Nestor Almendros nevét említjük meg, a katalán operatőrét, aki, aki nem spanyol. Aki nem, nagyon nem spanyol, és a, ő az állandó operatőre, Róma. Ennyi még ennek. Na de nekem az volt az utolsó szavam, hogy otthon, akkor egyszer csak egy otthonban vagyunk, és akkor kérdezem, hogy miért engedi Vidált a nő az otthonába, oké? Okay úgyhogy otthon van a gyerek. Miért viszi a Vidál, vagy a Vitéz a haverját évféli mise után talán? Igen, tehát a, éjfél. a szerető De azért ez. mennek éjféli misére, mert a hölgy is csak éjfél után ér. És vajon hol volt? És De karácsonykor mindegy. vagyunk. Egyébként érdekes, tehát ugye a keresztény, meg az ateista a kultúrkör itt a karácsonyban uh -huh. is együtt van, meg a filmben is együtt van. Tehát itt nem csak ez a, 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 a karácsonyi hangulat és otthon játszik bele, hanem a téli napforduló is. Szerint nekem nagyon erős volt, tehát ahol ők vannak, az a, és a rendezőnek egyébként egy évet kellett várnia, ezért lett uh -huh. harmadikból negyedik, hogy essék a hó ezen a napon, is. Oh tényleg Ó, tudjon forgatni hitelesen. Lehet, sokkal többet kéne erre és egy, egy, télben, a téli évszakban játszódik a film, és az utolsó 5 perces epilógus, ez pedig a nyárba víz bennünket. Aha. Téli nem? napforduló, tehát a döntéshozásnak a sötét Ó. éjszakája, ahol vagyunk. Na és akkor ott vagyunk, hogy a nő az szexi és flörtöl, és faggatja főhősünket a szerelméről, miközben ö, Vidál rendkívül, de, de ugye az egész tiszteletlen és bántó és szemérmetlen, ahogy ez zajlik. Például, hogy elkezd az exeiről beszélni a, vidá, Vidál, hogy a svéd nővel volt neki az életében a legjobb. És... De várjál, de Lengyelországban a svéd <sínt> nővel, mert hogy egy éjszakás kaland, <sínt> és Olaszországban pedig a, nem tudom, a, Argentina. De ha még megemlíten de hogy ezt ilyen piedesztára emeli a szeretőjének a jelenlétében, én ezt nem teljesen értem. <laughs> És azt mondja, hogy akkor volt a legboldogabb az életében, ami megint visszavetítődik, tehát hogy akkor nem a szeretőjével hát volt igen. a legboldogabb ezek szerint. És akkor tehát egy ilyen nagyon furcsa, perverz helyzetben vagyunk, majd aztán ott hagyja a haverját a szeretőjénél. Erről is kétféle dolgot olvas, hogy miért viszi oda a barátját hát a, az exéhez. És miért hagyja ott? És, hát Kettesben. Valószínűleg azért hagyja ott, mert a nők egyértelműen kinyilvánította, hogy Őt marasztalja, ugye, hóesés miatt, hogy Aha. meg ne csúszik a kocsi, hiszen egy évvel ezelőtt elvesztette a szeretőjét egy autóbalesetben. Jó, ez oké. Okay. És akkor itt szó esik Istenről és a matematikáról. <tosz> De, meg és akkor, és akkor ez egy, mindenképpen ez egy nagyon jó jelent. A kedvenc eh, filmkritikusod is szerintem csak erről ír, erről a nagy jelen. Hát végülis ez az éjszakám módnál. Igen, ő mennyasszonynak nevezi a módot, de ez egy nagyon nagy tévedés. É, viszont azt látjuk, hogy a főhősnél, hogy a kereszténység az szexi, nem? A nőnek, egy... vagy nekünk? A, hát, a nőnek, tudjuk, hogy a, a világszám... Nem nem, de nem, én nem gondoltam ebbe bele de hogy a világ számára egyszerre azért piszkálják, és bosszantó, ja, de van benne valami valami szexi, például a tartózkodás révén. Igen, mert te úgy adtad elő egy 20 perccel ezelőtt, mintha egy ilyen taktika lenne az ő részéről, hogy tartózkodó, szerintem nem, nem taktika, taktika, de ugyanilyen jó taktika, hogyha keresztényét adod elő magad, vagy Pászkál rajongóként, vagy az egy kalandok nagy ellenzőjeként, akkor rögtön érdekes leszel, és lehet veled vitába szállni, sőt, akár ugye csábításra, kísértésre is sarkalhatod a hölgyet. És aztán a hölgy közli is, hogy ne gyerekeskedjen, feküdjön mellém, csak nem fél. Akkor ő még azért a fotelben próbálkozik aludni. És akkor reggel van egy összemelegedés. Ahol a lány ő... mászik rá mesztelen. Igen, de aztán ö... Így van, ö... kimegyünk a hóra, és leszólítja ezt a másik lányt, ami azért egy ilyen furcsa helyzet, mondhatnánk. A, az egésznek az értelmezésére most azért rá kell térnünk, tehát no. ez vajon egy elszalasztott lehetőség volt? A végén a szöke lány, aki ez hűséges volt, de úgy volt hűséges, hogy egy büdös mukot nem beszéltek életükben előtte, csak kiszemelte magának stíroléssel a misén, ahhoz maradt hűséges, és családot alapítanak, és uh -huh. gyermeket vállalnak. És vajon eljutottunk erről a vidéki tájról a tengerig, ez most negatív vagy pozitív? És szerintem az, hogy mondjuk ateista vagy marxista-e a filmelemző, vagy katolikus, ez egyértelműen megjelent. Legzi. Tehát engem teljesen meglepett, hogy van, aki szerint a tenger az az unalomnak és a mozdulatlanságnak a jelkép, és a szőkenőt választja a rendkívül izgalmas barna helyett, aki a homokban föllépdel. Mindenképpen még említettem volna a város felett, amikor ott vannak a hóban, és ott kiderül, hogy a szőkelány sem tiszta, és senki sem tiszta. Ez egy már-már jelenet így a hidegben. És a tengerparti jelenet, ahol újra előjön a szemérbetenség, és ahol kiderül az, amit most nem fogunk elárulni. Igen, de nekem ez a... A... csak célzok rá, tehát a nő is valamiképpen benne vagy van ebben a négyesben. Mindenki a mindenkit ismer, Igen. mint kiderül, csak a főhős nem. Egyrészt nekem eszembe jutott a 400 csapás is ezzel a tengerrel, nyilván, ha már ez az új hullám, de hogy ez a volteres műveljük kertjeinket befejezés, csak itt inkább az, hogy akkor szaladjunk be a tengerbe. Jó, de nekem meg Pascal nyomán a végtelen jutott eszembe, és az óceán az alapvetően a végtelennek a jelképe. Ennek a megnyeréséért tett meg mindent. Én meg katolikusként engedtessék meg, hogy így értelmezzem. Miről akartál még beszélni, Szabolcs? Csak egy záró mondatról. Egy szégyenkező keresztény, egy szégyenkező Don ötvözve áll előttünk János és hmm. módnál. Erik Rómer 1969. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pászabors vagyok. Én pedig Szűnyi László Gyula.